A világbajnokság miatti hosszabb szünet előtt még egy igazán nagy kihívás vár a Kisvárda női kézilabda csapatára. Az egyik legnagyobb hazai klubhoz, a Győrhöz látogatnak Máté Fiesztel lányai. A mérkőzés Csepet sem ígérkezik könnyűnek, a nagy nevekkel tele tűzde a győriek ellen, de a Kisvárda mindent megtesz azért, hogy esetleg ponttal térjen haza. Máté Fiesztel elsősorban a védekezésben látja az esetleges siker kulcsát. Nagyon gyors játékot játszik a Győr. Nagyon gyors játékosok vannak, tehát a Nora Mörk, az Oftedál, akik alkalmasak erre a Győrvicanit a gyors játékra. Ezeket kell feltétlenül megállítanunk, és hát akkor ott van az Amorim, aki viszont a magasságával, a testtömegével elindul, őt meg emiatt nehéz tartani. A Brock beállóba úgy szintén világklasszis játékos. Ha jól értesültem, akkor a Grót is fog játszani, tehát itt világklasszisok sora tanultatja fel a Győrt. Ezt próbáljuk majd megakadályozni, a könnyű gólszerzést elsősorban a Győr részéről. Ugyanakkor a Kisvárdánál vannak olyan meghatározó játékosok, akik kiemelkedő szerephez juthatnak a mérkőzésen. A kapus teljesítmény az minden mérkőzésen meghatározó lehet, döntő lehet. Tényleg jó formában a Gyukával nagyon jól véd. Bízom benne, hogy a védekezés is nagyon jól összeáll a Győr ellen, és akkor egymást kisegítve nagyon jól tudunk teljesíteni, és tényleg válogatott szintű játékosaink vannak. Triscsuk Krisztina, Orbán Adrián, Szamira Rosa. Tehát most nem szeretnék felsorolni az egész csapatot, meg nem szeretnék senkit kihagyni. Nagyon bízom benne, hogy ezek a játékosok megfelelő rutinnal rendelkeznek, megfelelően tudjuk majd az egész mérkőzést, hát ha fényes szóval menedzselni, tehát hogy könnyű gólokat nem kapva, ha esetleg lehetőségünk van, akkor vinni a labdát. Felálltva ellen pedig nagyon okosan, nagyon taktikusan kell játszani, mert ha eladjuk a labdákat, könnyű hibákat vértünk, akkor ezt a Győr könyörtelenül kihasználja. A Kisvárda szerdán este 6 órától lép pályára Győrben.